Elkezdődött a báli szezon, így a műsorunkat ennek a témának szenteljük. Több mint 50 páros mutatta meg tánctudását a Bethlen Gábor Református Gimnázium báján. A végzősök 3 tánccal lepték meg a Feketesas bál termében közönségüket, ahol állóhelyet is alig lehetett találni. A műsort pezsgős, kocintás, majd vacsora követte. Köszöntöm a nézőket, a Vásárhelyi Magazint látják, már is kezdünk. A diákbál az rólatok szól, a diákbál a tánc, az örömünnep alkalma, ahova ti felkészültetek. A tánc alapvetően közelséget jelent, közelséget a párotokhoz, közelséget a táncpartnerekhez, és közelséget azokhoz, akik most körülvesznek titeket. Körülvesznek titeket, és körülvettek hosszú utatokon, mire ideértetek, hogy a Bethlen Gábor Református Gimnázium végzős diákjai lehettek. A felelősség és az aggodalom mellettetek volt, és most is elkísért titeket. A táncra ti felkészültetek, itt, mint fiatal hölgyek és felnőtt férfiak álltok most előttünk, és arra vártok, hogy a táncotokat bemutathassátok, és bennünket megajándékozzatok ezzel a tánccal, amire felkészültetek. A felelősség ma az, hogy sikeresek legyetek, de a felelősség egyre inkább nagyobb, és egyre inkább nagyobb lesz rajtatok, és azt kívánom, hogy ezt a felelősséget hordozzátok felnőttesen. A mai esthez kívánok nektek feszültségmentes előadást, kellemes szórakozást és mulatságot az esthez, valamennyi vendégünknek kellemes kikapcsolódást és szép estét, kívánva a 2018 évi Bethlen Gábor Református Gimnázium báját ezennel megnyitom. Nehezen szólalok meg, mert nem tudom, mi a helyes megszólítás. A diák az biztos jó. Csak azt nem tudom, hogy búcsúzó diák, vagy bálozó diák. Talán jobb még a bálozó diák, és hagyjuk a búcsúzást. Bár meg kell mondanom őszintén itt ebben a pohárköszöntőben, azt kell elmondanom, hogy a mi számunkra ti egy érdekes évfolyam vagytok. Veletek együtt mi is zárunk valamit. Az iskolának veletek együtt egy korszaka véget ér. Akkor, amikor ti szeptemberben beléptek az egyetemnek a kapuján, akkor mi szeretnénk az első kapavágást megtenni, és az iskolánk felújításának, bővítésének nekifogni. Úgyhogy ti azok a diákok vagytok, akik mindenestől fogva, elejétől végig, még az úgynevezett régiben voltatok. És az utánatok következő csapat már azt éli meg, hogy építkezés van, és én nagyon bízom benne, remélem, megélem, hogy 5 év múlva, amikor visszajöttök az első érettségi találkozóra, akkor elkezdtek nézelődni, hogy mi az, ami régi, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami új. Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok új lesz, és abban is bízom, hogy van néhány régi dolog is, ami megmarad. Kedves diákok, ez az én üzenetem, ez az én gondolatom, amit a szívetekre helyeznék. Mi az, ami elmúlik, és mi az, ami megmarad? Bevallom férfiassan, hogy minden évfolyamot nehezen engedek el,
de titeket is nagyon nehezen, mert itt vannak olyan diákok, akiket 4-5 évvel ezelőtt tanítottam. És bizony elég nehéz az arcot felismerni, mert 4-5 évvel ezelőtt kiskamasz volt, és aki most itt van, az fiatal felnőtt. És én szerintem ti azok közé tartoztok, akik szívesen elfelejtik már azt a 4-5 évvel ezelőtti állapotot, és örültök az ifjú felnőtt kornak. Lehet, hogy mi vénülő szemmel vagy fejjel már azt mondjuk, hogy de jó lenne fiatalnak lenni, és de jó lenne itt lenni közöttetek és táncolni. Általában az emberek szeretnek mindent megtartani, pedig nem jó. Ha mindent megtartasz, akkor az élet végére annyi terhet viszel magaddal, hogy nem tudsz hordozni. Úgyhogy szeretnélek rávenni téged arra a csodálatos harmóniára, ami arról szól, hogy valamit valakit elengedni, valamit valakit pedig megtartani. Ha most diákként fogjátok a kezeteket, akkor fél év múlva egymást elengeditek és elbúcsúztok egymástól. Ha szerelmesként fogjátok a kezeteket, lehet, hogy egy életen keresztül megmaradtok egymásnak és egymásé lesztek. Mi az, ami megmarad? Ezzel szeretném én befejezni a pohár köszöntőmet. Én nagyon szeretném, hogy a mi iskolánkban is és a ti szívetekben is megmaradna azt, amire Pál apostol tanít bennünket. A szeretet himnuszát ezzel fejezi be, hogy megmarad. Megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Én abban bízom, hogy osztályfőnökeitek, tanáraitok, az egész iskola által ez a három meg fog maradni bennetek. A hit, a remény és a szeretet. Isten éltessen benneteket, sok erőt a tanuláshoz, sok örömöt az életben. Isten éltessen benneteket.
54 páros volt, és többségében, és tényleg többségében végzős diákok voltak. Olyan létszám fiú és lány arány volt, ami ezt lehetővé tette, és így amennyire lehetett a helyhez igazodva a végzősök táncolhattak. Ön hogyan látta, mennyire volt sikeres a fölkészülés? Én úgy láttam, hogy elsajátították azt, amit a koreográfia diktált, és elkezdték már szeptember közepén a próbákat, és elégedett voltam az eredménnyel, tehát amit láttunk, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy megajándékoztak a mozdulat és a muzsika harmóniájával, tehát mindenképpen azt mondom, hogy öröm volt nézni a fiatalokat. Urak és hölgyek álltak előttünk, és úgy gondolom, hogy kellő komolysággal készültek, és sikerült bizonyítani azt, hogy a felkészülés eredményes. Mit gondol, mi az, amit ilyenkor magukkal kell, hogy vigyenek, vagy mi az a legnagyobb dolog, amit önök átadtak, illetve a tanárikát átadott nekik? Nehéz valójában ezt megmondani. Azt gondolom, hogy maga a tánc egy közelséget jelent a táncpárhoz, a táncosok egymáshoz, de fontos arról is tudni, vagy talán érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen út volt az, amikor ide jutottak, hogy ők a gimnázium végzős diákjai lettek. Tehát azért a család támogató szerepe, a család anyagi áldozata, és az, hogy erre az estre felkészülhettek, ahhoz azért egy bizonyos háttérre is szükség volt, amit ők megkaptak. És azok voltak körülöttük, akiknek fontosak ők, és ez felelősséget is jelent. Maga az est, az a párral szembeni felelősség, a koreográfiában ez ugyanolyan, mint mondjuk egy gépezet sem működik valamilyen láncszem hiánya nélkül. Ők sem lettek volna egységesek, hogyha egy-egy láncszem, egy-egy pár vagy egy-egy diák nem úgy végzi el a munkáját, amit ebben a koreográfiában rászabtak. Úgyhogy mindenképpen fontos az, hogy a felelősségüket is érezzék a párjukkal, a társasággal, a csoporttal szemben, és hát talán köszönet illeti az ő környezetüket, és ezt jó volna, ha ők is átadnák a szüleiknek, hogy igen, köszönjük, hogy itt lehettünk ma. Thank you.
Szerintem nagyon szuper volt, jó volt a hangulat, jó, hogy itt a család, sokan vannak, mindenképp jó volt. Izgulásokban gazdagon, de hál' Istennek jó volt, tehát élveztük nagyon a táncot. Milyen volt a felkészülés? Nehéz volt-e megtanulni a táncokat, illetve melyik volt a kedvencetek, melyik volt nehezebb? Hát nekem a csocsa volt a kedvencem, egyben a legnehezebb. Nekem könnyű dolgom volt, mert táncos vagyok, de viszonylag hosszabb időszakot szeptemberben kezdtük. Nekem kicsit nehezebb volt, de hál' Istennek ilyen profi pár mellett könnyebben tudtam tanulni. Nekem pedig a keringő volt a kedvencem. Mi a jövőbeli tervetek? Jelentkeztetek egyetemre? Februárig kell jelentkeznünk, én az ELTE-re szeretnék menni programtervező informatikusnak. Én első körben a BM-et célzom meg, és gépészmérnök szeretnék lenni. Melyik volt számotokra a legkönnyebb, legnehezebb, melyik tetszett jobban? Szeptemberben kezdtünk el készülni a bárra. Hát szerintem a legnehezebb az talán a csárdás volt, amit meg kellett tanulni, mert ott nagyon sokan táncoltunk. Szerintem is a csárdás volt a legnehezebb, az nem ment igazán. Miért pont ezt a ruhát választottad? Ez egy saját készítési ruha, és nem tűlanyagból van, hanem ilyen rugalmas muszlimból, ami szerintem sokkal szebben úszik, ezért ezt választottam. Mi az, amit magatokkal visztek így az elmúlt néhány évből? Mi az a legnagyobb tapasztalat, amit kaptatok ebben az iskolában? Az iskolánk legjobban matekból erős, úgyhogy én nagyon sokat tanultam a matek és a fizika tanáraimtól. Meg hát ugye a betűnös szellemet visszük magunkkal. Hát én a barátokat kaptam, úgy igazából. Mik a jövőbeli terveitek? Milyen egyetemre jelentkeztetek, vagy milyenre fogtok jelentkezni? Én a Műszaki Egyetemre szeretnék jelentkezni Pesten, és villamosmérnöknek szeretnék tanulni. Én meg Szegedre fogok jelentkezni, gazdasági irányba. Million
nehéz volt foglalkozni a gyerekekkel. Mindig van egy kis nehézség a tánctanítás során, de ezeket az akadályokat könnyen át tudjuk lépni, és a végeredmény az jó lett, jól sikerült. Az első két tánccal igazán könnyen boldogultunk, ott az első táncban, a keringőben 34 pár táncolt, a csacsicsában pedig 25 pár, itt igazán könnyen tudtunk boldogulni a diákokkal. A csárdás volt, az egész csoport ugye együtt táncolt, 54 párról volt szó, már egy kicsit a sok diák miatt az egy kicsit nehézkes volt, de végére sikerült összehoznunk, úgy gondolom, elég színvonalasan a táncot. Mennyire nehéz eltáncolni egy csacsicsát egy nagy ruhában? Úgy gondolom, hogy ez a koreográfiától is függ, hogy milyen koreográfiát állítunk össze. Szerencsére nem volt probléma a ruhákkal. Miért pont ezt a három táncot választották, illetve miért ez a hagyomány? A csárdás ugye hagyomány, hogy csárdás táncolnak a diákok a Betlenbálon. A másik két tánc az pedig úgy kerül kiválasztásra, hogy mindig zenét szoktunk hozni a diákoknak, és amelyik zene őnekik kedves a szívüknek, arra készítünk koreográfiát.
Ennyi fért adásunkba, ez volt a Vásárhelyi Magazin. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét velünk tarthatnak. Viszontlátásra!